Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntök mindenkit itt a Bálnában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának a sajtótájékoztatóján. És mielőtt elkezdeném a sajtótájékoztatónak az érdemi részét, engedjék meg, hogy mindjárt egy választ is adjak, hogy miért pont a Bálna. A két nappal ezelőtt megnyílt Bálna sajátosan ötvözi a közösségeknek, a közösségi tereknek, a 21. század közösségi tereinek az új kihívását, illetve arra kíván választ adni, hogy egyszerre kíván szórakoztató tér lenni, egyszerre kíván közösségi tér lenni, és egyszerre kíván a legmagasabb szintű kultúrának is helyet, teret adni. Ez a többsíkú válasz, a közösségek igényeinek többsíkú válaszadása sajátosan párhuzamba állítható azzal a törekvéssel, amit a 2010-ben hivatalba lépett kormány is, a társadalmi párbeszéd és azon belül a civil kapcsolattartás, civil kapcsolatok terén változtatásként elkívánt érni. Mi volt ez a cél? Hogy szakítva az előző kormányok paternalista szerep felfogásával, a társadalmi párbeszédnek egy új, többsíkú módját érje el, alakítsa és építse ki, melyek voltak ennek a tevékenységnek a lépései. Az első lépés a jogszabályok előkészítésébe kívántuk és kívánjuk a civileket, társadalmi partnereket bevonni. E célból született a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény, ami lehetőséget biztosít mindenkinek, különböző közösségeknek is egyaránt, hogy a jogszabályok előkészítésében akár elektronikus úton észrevételeiket eljuttassák, akár pedig stratégiai partnerség jegyében, közvetlen konzultáció rendszerében alakuljon ki minél szélesebb körök bevonásával egy-egy jogszabály. A társadalmi partnerség átalakításának második lépése az Magyarország stratégiai terveinek előkészítésébe való társadalmi bevonás. E célból született a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvény, amikor az új makroszintű társadalmi egyeztetési fórum, amely fölváltotta az addigi háromoldalú egyeztetési rendszert, ahol zárt körben egyeztetett egymással a kormány, a munkavállalóknak a képviselői, és a munkavállalóknak is csak néhány százalékát megtestesítő szakszervezetek. Ezt a zárt háromoldalú egyeztetési fórumot kibővítettük és kinyitottuk. Immáron teljes jogú tagja Magyarország stratégiai döntéseinek meghozatalában nem csupán a gazdasági szervezetek képviselői, nem csupán a munkavállalói képviselők, hanem teljes jogú tagként vesznek részt benne a civil szervezetek képviselői, a civil szektor, Magyarország tudományossága és a tudomány képviselői, valamint az egyházak képviselői. Szeretném hangsúlyozni, hogy rendkívüli elismerés érte a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsot akkor, amikor a néhány nappal ezelőtt Magyarországon tartózkodó az Európai Unió hasonló intézményének, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az elnöke Henri Malos úr további mélyebb körű stratégiai partnerséget és együttműködést kívánt és kért a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácstól, különösen az Európai Unió etikus és értékalapú szervezése, a roma integráció, a vidékfejlesztés és a területi kohézió erősítése terén. A társadalmi partnerség további fórumaként meghirdetésre került, ez a társadalmi fórumának kiépítése érdekében a jó állam megvalósításáért meghirdetésre került az Államreform Operatív Program 1A6-jelű konstrukciója, amiben önkormányzatok és civil szervezetek konzorciumban pályázhattak helyi, strukturált párbeszéd fórumok kialakítására és működtetésére. A társadalmi párbeszéd harmadik nagy lépése pedig az emberjogi munkacsoport felállítása volt a kormány részéről. Az emberjogi munkacsoportban kormányzati tisztségviselők, független állami szervezetek, így például az alapvető jogok biztosa, valamint civil szervezetek közösen, rendszeresen monitorozzák Magyarország emberjogi helyzetének alakulását.
Nem csupán a struktúrák kialakításában és kiépítésében kívántuk a partnerséget elérni és előmozdítani, hanem ennek a rendszernek a jegyében született meg Magyarország első civil törvénye, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény. E törvénnyel a kormánynak az volt a célja, hogy akadálymentesítse és csökkentse a civil szervezetek előtt álló bürokráciát, hogy ezek a szervezetek erőforrásaikat, pénzügyi és humán erőforrásaikat azokra a célokra tudják fordítani, amiért létrejöttek ezek a szervezetek és működnek, azaz a helyi közösségek erősítésére. E törvényben egy új és hatékony, célzott támogatásra lehetőséget biztosító támogatási mechanizmust épített ki a kormány a nemzeti együttműködési alap formájában, és az, hogy mennyire sikeres a nemzeti együttműködési alap, mutatja, hogy a 2013-as pályázatokon majd 4000 civil szervezet részesült több milliós nagyságrendű támogatásban, illetve soha ilyen még Magyarország történetében nem fordult elő, hogy október közepére meghirdetésre kerültek a 2014-es pályázatok, ami lehetőséget biztosít arra, hogy 2014 márciusában nem csupán a pályázati döntések, hanem már a támogatások is átutalásra kerüljenek a civil szervezetek számára, és első ízben végre úgy vághassanak bele az éves programjaikba, projektjeikbe a civilek, hogy ismert és már rendelkezésre állnak a források. További változtatásokat is kezdeményezett a kormány az országgyűlésnél a most tárgyalandó civil törvény és a civil szervezeteket érintő egyes törvények módosítása keretében. Ennek a törvénymódosításnak, amit most tárgyal az országgyűlés, én úgy gondolom, hogy a legfontosabb célja a személyi jövedelemadó 1%-os rendszerének, felajánlási rendszerének az átalakítása, és a legfontosabb intézkedés ennek keretében, hogy úgy tudjanak 2014-től felajánlani 1%-ot az adózók, hogy már ismert legyen, hogy kik és milyen módon tudják fogadni ezeket az adományokat, ezeket a felajánlásokat. A jelenlegi rendszerben ugyanis csak a felajánlás után derült ki, hogy egy szervezet képes-e fogadni az 1%-ot, és számos felajánlás így nem jutott el a címzethez, pusztán azért, mert a szervezet nem tudta a követelményeket teljesíteni. Úgy tudnak 2014-től kezdődően felajánlani az adózók tehát, hogy már rendelkeznek a felajánlást fogadni képes szervezetek listájával, és ez a szervezeti oldalról is egy lényeges egyszerűsítést tartalmaz, nevezetesen nem kell évente igazolni az 1%-ra való fogadás képességét, hanem ezt egy alkalommal, egy nyilvántartásba vétellel meg tudják tenni. Tisztában vagyunk azzal, hogy az 1%-kal kapcsolatban számos visszaélésre került sor az elmúlt időszakban. A sajtó képviselői például ezen a héten is két nagy támogatottságú, több száz millió forintot felhasználó szervezettel kapcsolatban is bemutatták a kormányzati ellenőrzési hivatal megállapítását, hogy nem azokra a célokra fordították ezek a szervezetek a felajánlott 1%-ot, mint amire az adózók ezt célozták. Ezért az országgyűlés előtt lévő törvénymódosításban a kormány minimálisra kívánja csökkenteni a kiskapuk lehetőségét, és erősen, erélyesen fellépni ezen szervezetekkel szemben, hiszen ezek a szervezetek a felajánlókat tévesztik meg, miközben egy jó célt és egy rendkívül fontos társadalmi küldetést hirdetnek meg, mint látjuk, számos esetben kiderül, hogy luxus kiadásokra költik ezeket a forrásokat. Ezért tehát a kormányzat azt kezdeményezi, hogy a civil törvénymódosítás keretében a civil szervezetek vezető tisztségviselői számára eddig is bizonyos támogatási értékhatár fölött eddig is kötelezően előírt vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget terjesszék ki az 1%-os támogatások esetére is, tehát meghatározott értékhatár fölött 1%-ban csak akkor részesülhessen szervezet, hogyha a vezető tisztségviselője vagyonnyilatkozatot tesz, valamint módosuljon úgy az 1%-os törvény, hogy kerüljön meghatározásra és csökkentésre, hogy az 1%-os felajánlásokból
csak sokkal kevesebb pénzt lehet saját működésre, adminisztrációra költeni, és radikálisan csökkenteni kell a marketingre, reklámra fordított költségeket. Jusson valóban olyan célra az 1%, mint amire az adózók azt szánták. Tisztelt hölgyeim és uraim! Én úgy gondolom, hogy a kormányzatnak sikerült megvalósítani azokat a célokat, amelyeket 2010-ben kitűzött maga elé, sikerült megtisztítani a civil szektort a visszaélésektől, sikerült a civil szektorral és Magyarország közösségeivel partneri viszonyt kialakítani a jogszabályok előkészítése és Magyarország stratégiai kérdéseire adandó válaszok tekintetében. És ez a partnerség nem csupán elvi szinten, hanem a feladatok ellátásában, illetve a feladatok ellátásához juttatott, adott állami támogatások tekintetében is megvalósult. Köszönöm a figyelmet!